Na hát szavaztok, srácok, azt hiszem, hogy egy nagyon izgalmas videónak nézünk itt elébe. Ugyanis összeszedtem a top 5 ilyen gépjárművezetői hibát, amit fogok nektek tálalni. Viszont a Fiat 500-assal most menni fogunk, ugyanis innen is köszönöm szépen az Országos Balesetmegelőzési Bizottságnak, hogy megkerestek engem, ugyanis a látni és látszani kampány keretein belül országosan sok OMV töltőállomáson lehetősége lesz minden egyes embernek egy ingyenes szemvizsgálatra, illetve egy ingyenes gépjármű vizsgálatra, ami magában foglalja a gumik állapotát, a világító berendezések állapotát, hűtővíz, ablakmosó folyadék, stb. Hogy erre miért van szükség? Nyilvánvalóan így a tél előtt gyakorlatilag néhány nappal, hogyha el szeretnél menni átvizsgáltatni az autódat egy szervizbe, ott fizetni kell érte, és sokan ezáltal nem is mennek, inkább jó az úgy, ahogy van. És ugyanez van a szemészettel is, hogyha elmész egy szemészetre, ha jól tudom, már pedig azt hiszem jól tudom, csak akkor ingyenes a vizsgálat, hogyha ott veszel is szemüveget. És hogyha ezek megvannak, nyilvánvalóan akkor be tudod magad biztosítani, hogy oké, te is megfelelsz, illetve a gépjárműved is megfelel, és tudsz biztonságosan mendegélni az utakon. Úgyhogy gyakorlatilag a kampány erre épül, megyünk akkor Szentendrére, OMV töltőállomás, viszont mindenek előtt akkor átmegyünk ezen az ötös toplistán menet közben. Nyilvánvalóan, aki 20-25 éve vezet, annak ezek olyan dolgok, amiket már lehet hallott, habár nem biztos, hogy rossz dolog még egyszer ezt így hallani, hallgatni. Tehát hoztam ilyen, hát mondjuk top 5 ilyen járművezetői hiba. Nos, hát az első ilyen dolog, amit hát én hibának neveznék, aztán úgy nevezi mindenki, ahogy csak szeretné, az a hangos zenehallgatás autóban. Ugyanis, miről van szó? Emberünk mondjuk ezerre bömbölteti a zenét, mert szerzett egy csodálatos mély nyomót az autójába, ami az egész kasznit szétveri, ezáltal ezerre bömbölteti a zenét, és mondjuk azt első körben, hogy ugye a forgalmat azt nem igazán figyeli. Mindeközben ugyanis nem hallja, mit tudom én, a kereszteződésben azt, hogy egy mentő közbe száguldan el, vagy egy tűzoltó, vagy rendőr, tök mindegy. És ezáltal egy óriási nagy veszélyt okoz, mert hogy, és én láttam is egy ilyet, a házunk előtt volt, hogy jött az autó, egy ilyen kis Mini Cooper, nem tudom, hogy zenét hallgatott-e, de nem tudott figyelni, és hát a mentő az gyakorlatilag beledurrant, és így hát felkente a kis Mini Coopert. Most ez mi van? Jaj, csak még szoknom kell ezt az autót, mert nagyon ritkán vezetem, csak nem tudtam, hogy indexelek-e. Tehát felkente a Mini Coopert gyakorlatilag a boltnak az oldalára. Úgyhogy szerintem ez egy baromi balesetveszélyes dolog. Nyilván nem arról beszélek, hogy most ne hallgassál zenét. Én is szoktam, csak hogy amikor ezerre bömbölteted, akkor semmire nem tudsz figyelni. Nem hallod, hogy mit tudom én, Ágica sikít egyet, mert nem tudom, tehát hogy azért sikít egyet, mert nincs fék az autóján, dudál ezerrel, nem tud megállni. Tehát ezek, na, ilyesmire gondolok, szóval szerintem az első ilyen dolog ez a hangos zenehallgatás, és ugye elveszi a figyelmedet, tehát hallgatod a nem létező szöveget, próbálod értelmezni, és igen, itt azt mondta, hogy aha, dim, aha, és nem arra figyelsz, hogy milyen jó Isten van az úton. Úgyhogy ez az első. A következő az a, úgy neveztem el, hogy én már tudok vezetni kategória, ugyanis a Forzában, szimulátorban én annyit játszottam már, hogy ha valaki, akkor én vágom, hogy mi a jó Isten van. Ehhez mi társul? Ugye agresszív vezetési stílus, tehát hogyha 30-al lehet menni egy táblánál, az biztos, hogy ő minimum 60-nal megy, és dudál arra az emberre, aki 30-al megy. Így, hogy mi, miért nem mész már, menjél már, miért nem mész? A másik, ami ehhez társul, az a 13 colos, és hát ugyanennyi idős gumikon hatalmas nagy sebességgel veszi be a kanyarokat, mint hogyha, hát nem is tudom, 2-3 G-s oldalgyorsulást szeretne elérni, és úgy gondolja, hogy figyelj oda, ezek a gumik már belettek melegítve,
mert én már mit tudom én, hogy honnan érkeztem, üzemmeleg gumik, ugye ez honnan veszi bizonyos akár a szimulátorokból, akár pedig a Forma 1-ből, és úgy gondolja, hogy mivel már fél órát ment, Forma 1-be pár perc alatt megmelegszik, akkor valóságban biztos, hogy fél óra alatt már üzemmelegés van, tapadás. Nyilván azért azt elfelejti, hogy a Forma 1-ben azért slick gumikat használnak, de ez teljesen mindegy, tehát értitek, ilyen, nem tudom, Pesten vannak olyan kanyarok, amiket brutális sebességgel szoktak bevenni. Ó, de jó, hogy... Aha, jó, oké. Szóval, hogy brutális nagy sebességgel szoktak bevenni, és mutatva ezt a csajnak a képen mellette ül, hogy azt nézem, milyen autón van, hallod? Majd kiesel az ajtón, mert ugye nyilvánvalóan már a centrálzás sem a régi, pedig bezárta. Majd kiesik az ajtón a csajszí, de azért megmutatja neki, hogy hallod? Azért nem tudod, hogy kivel jöttél te össze, egy igazi versenyző veszett el bennem. Aztán valahol csatlakozik ez is hozzá, ami a következő, az a 70-80-nal a városba. Ugye általában városban, lakott területen, azt hiszem így mondja hivatalosan a Kressz, 50-es tábla van. Na most, pont ma reggel mentem át az úton, és akkor is volt egy ilyen drága Audis kollega, aki úgy gondolta, hogy hát lofaszt 50-nel, ne szórakozzál. Hát szerintem egy nagyjából 70-nel ment. Érted? És ebből rengeteg van, biztos ti is ismertek, rengeteg olyan ember van, aki 70-80-nal hajt a városban, pöcsöm tudja, hogy hova siet. Közben egyébként a Fiatnak élet első autópályázása lesz ez, mármint nálunk, úgyhogy hát megnézzük, hogy hogyan funkcionál egy autópályán. Már 80-nal megyünk, hát azért igen, kicsit küszköd szegényke. És ugye ezzel a 70-80-as tempóval úgy gondolja, hogy még a sárgán is átfér, ezt nagyjából egy 100 méterrel a lámpától már látja, hogy sárga, és onnan úgy gondolja, hogy 70-80, ezzel lehet nem férünk át, akkor még gyorsítsunk. És nagyjából ilyen 100 km per órára felgyorsít, és mi meglepő módon bejöttek számításai, átfért a lámpán. Ehhez a fajta nagyon-nagyon-nagyon gyors vagyok a városban stílushoz csatlakozik természetesen az is, közben megnéztem, hogy hol az ötös, mert nagyon nem is kellett még váltani, tehát hogy csatlakozik ehhez a stílushoz még az is, hogy akár kisívű, akár nagyívű, de maradjunk a kisívű kanyarodásnál, egyáltalán nem néz a tükörbe, minek is nézne bele. Ugye nekem ezt az oktató még annó nagyon jól tanította, úgy tanította, hogy azért nézünk oda bele, mert mindig lesz egy biciklis, naponta egy biciklissel biztos találkozol, aki nagy sebességgel a zebrán átdurrant. Na most, erre mondhatnátok azt, hogy hát jó, hát most ez van, akkor a biciklis bánta, de hát azért nyilvánvalóan nem ilyen egyszerű ez a dolog. Nyilván a biciklis bánja, ő mit szeretne itt csinálni? Igen. Ja, hogy ő oda beáll. Aha. Tehát nyilvánvalóan a biciklis bánja, mert ő esik nagyobbat, ő neki törik el mindene. Viszont nem tudom, hogy most pontosan ezt a Kressz hogyan kezeli, de azt gondolom, hogyha nem nézel bele a tükörbe egy zebránál, így ahogy fordulsz rá, nem nézel bele a tükörbe, hogy vajon valaki jön-e nagy sebességgel, azért valljuk be, hogy az a te hibád is. Tehát semmi körültekintés. És nyilván nem csak kisívű kanyarodásnál nem figyeli a zebrán átkelőket, hanem hát alapból a zebrát sem nagyon figyeli. Ezt hogyan lehet észrevenni? Ezt úgy, hogy minden normális vezető, hogyha lát egy zebrát, azért így elveszi reflexből a lábát, és most nem azt mondom, hogy 10 km per órára lelassít, attól függetlenül, hogy van-e ott valaki, vagy nincs. Nyilván, hogyha van, akkor lelassít, ha nincs, akkor nem. Csak úgy elvesszük a lábunkat, megnézzük mindkét oldalt, majd megyünk tovább. Na, ők nem, ne bohockodjál, ő ott talán, hogyha lát egy zebrán egy emberkét, hogy le akarna lépni, na még akkor egy kicsit rá is gyorsít, hogy véletlen se jusson eszébe arra rágyorsítani, mert akkor neki meg kell állnia, vissza kell váltania, ó, ő ezt nem akarja. A következő csoportot úgy neveztem el, hogy nagyon fontos vagyok, ezért nagyon sietek. Ugye jellemzően azok a vezetők ilyenek, akik borzasztóan fontosnak érzik magukat, és akár itt az autópályán is, te mész ebben a sávban vagy a középsőben, és eldurrant egy 160-180-nal, és szinte az egész kocsi így beremeg, hogy azt a jó Isten itt, mi ment el itt mellettünk. Baromira siet,
Nyilván nem két kézzel fogja a kormányt, ahogy általában minden normális ember, hanem ő egy kézzel, mert a másik kezébe a telefont tartja, ugye nyilván egy hatalmas nagy autója van, ami baromi drága, és van benne természetesen autós kihangosító, de hát ne bohockodjunk, hát azért ezt nem lehet így csinálni, ugyanis oké, még autópályán mindegy, viszont városban, ha nem így fogja a telefont, hanem csak kihangosítóként funkcionál, akkor nem látja senki a kezében, hogy egy telefon van, a legújabb iPhone 10-es, 11-es, tehát hogy ez nagyon nem működik így. Illetve ezek mellett nem csak telefonozik, hanem még így útközben írja be, igen, akkor ide fogunk menni, és van erről egy csomó ilyen kutatás, hát nem is kell nagyon kutatni, hogy mennyi idő, amíg beírsz egy címet, mennyi idő az, amit nem látsz, mennyi métert teszel meg az autópályán. Tehát tényleg egy baromi veszélyes dolog, mert tegyük fel, ott van előttünk az a Golf, nagyon messze, viszont én elkezdem itt pötyögni, mondjuk azt egy 10 másodpercig, ha a Golf ott satúfékezik, akkor én a 10 másodperc alatt ezzel a 110-es tempóval olyan simán beledurrantok, aztán nézhetek, hát mondjuk akkor már nem nézek, de értitek? Tehát baromira balesetveszélyes. És ugye ebben még beletartozik az is, hogy nem csak autópályán megyünk gyorsan, de főúton is, ahol ugye általában 90-nel lehet menni, ő úgy gondolja, hogy figyelj oda, ne bohóckodjál, 120-130 a minimum. Mégiscsak sietek, fontos vagyok. És például a 81-esen lehet ezt nagyon észlelni, hát most nem tudok arra menni, mert az baromi nagy kerülő lenne, de ott szokott az lenni, hogy jön a csávó, szigorúan bezuhan elém egy 120-szal, előttem egy kamion, amit megértek, hogy meg akar előzni. Viszont a 81-es az egy baromi veszélyes útszakasz és főút, de ő akkor is kanyarba, bárhol megelőzi, és látom, érted, hogy kielőzi a kamiont, megy egyenesen, de már jön szembe egy másik kamion, de ő megelőzi, és tudod, ez az ilyen, úristen, basszus, mi lesz ebből, vajon tudsz-e te fékezni, már arra gondolsz, vajon befér-e, és egy ilyen brutális határozott mozdulata berántja így a kamion elé magát, ezáltal nem okoz balesetet, viszont azért a 81-es főúton rengeteg baleset van, nézzetek rá nyugodtan, halálútnak is hívják, és pont az ilyen gyökerek miatt, mert hát nem hinnéd el, hallod? Ott tényleg olyan, hogy így bekapcsol a hülye faktor, tehát rámegy a 81-esre, és onnantól ő hülye. Majd Győrnél lekanyarodik, onnantól megint nem olyan hülye, de addig, hallod? Szóval, hogy tényleg baromi sok baleset történik, és pont ezek miatt. És ezen kívül a legutolsó, nyilván nem sorrendben mondom, teljesen mindegy, az pedig maga a gangster, maga a Mekka, Alfa és Omega párosodik, hát. Az az ember, aki úgy gondolja, hogy neki ez így, ahogy mi ülünk, ez teljes mértékben kényelmetlen. Próbálom itt különböző képeken instruálni, hogy hogyan ül, mert ugye úgy kényelmes, mint hogyha otthon feküdne a kanapéban, természetesen hosszú úton neki máshogy nem kényelmes, így kell ülnie, nyilvánvalóan nem kell részletezni, hogy ez minden szempontból nem jó, tehát hogy nem tudja normálisan fogni, mondjuk nem is akarja a kormány, tehát mutatom, ő ezzel a kezével fogja maximum, az pedig így. És úgy gondolja, hogy egy hirtelen vészfékezésnél, illetve egy hirtelen akadálynál ő ezzel az egy kezével simán koordinálni tudja az autót, és nem kell neki az, hogy így fogja. Ugye? Most ezt én már voltam ilyen oktatópályán, meg már mint ilyen vezetéstechnikai pályán, ez a pontos neve, és ott kirántották alólam az ilyen vasfüggönyt idézőjelben, és hát akkor el tud menni az autónak a segge, ami ugye nyilván télen is borzasztóan sokszor elő tud fordulni veled, hogy megcsúszol az autóval, hogyan korrigálj, ezt mind be lehet gyakorolni ilyen tanpályákon, vezetéstechnikai tréningeken, de ő neki nem kell, ő látott már ilyen videókat, hogy ezt hogyan csinálják, biztos, hogy elsőre meg lesz az. Remélem, hogy a fiataloknak, akik most kezdenek el vezetni, vagy már vezetnek néhány hónapja, azok kicsit így ezt át tudják látni, és reálisan tudják látni, és
nem úgy veszik le, hogy ez egy óriási nagy oktató videó lenne, mert hát nyilvánvalóan hogyan oktatnék, amikor nekem is csak 3,5 éve van jogsim, és nagyjából 100-150 ezer kilométert vezettem. Igazából csak így szerettem volna ezeket a dolgokat elmondani. Na és hát meg is érkeztünk Szentendrére, az OMV kútra, és hát itt fog történni maga a vizsgálat. Egy pulcsit azért főkaptam, mert ha bár kisütött a nap, nem van nagyon van túl jó idő. Úgyhogy hát akkor vessük bele magunkat. Amikor odaértünk, volt egy rövid sajtótájékoztató, ahol pontosan ismertették azt, hogy miről szól ez a kampány. Ezt pontosan ti is meg tudjátok nézni az alábbi honlap címen, amit ide beteszek nektek a leírásba is. A legfontosabb az, hogy ebben az időszakban készítsük fel saját magunkat az őszi-téli időjárási körülményekre, csökkentsük a jármű sebességét, mindig az időjárási látási és útviszonyoknak megfelelően vezessünk, és a maga a gépjárművezetőtől elvárjuk azt, hogy megfelelően felkészüljön, akkor ugyanezt elvárható a gépjárműtől is, a gépjármű tulajdonosától is, hogy járművét felkészítse. Mégpedig arra, hogy megfelelő gumiabroncsokkal rendelkezik-e, lecserélte már a nyári gumiabroncsokat télire, illetve a világító jelzőberendezések állapota megfelelő. Tehát egy bematult lámpa test már nem olyan jó fényáteresztő, tehát így a gépjármű világítása már nem lesz tökéletes. Egy megrepett szélvédő későbbiek során tovább repedhet, esetleg be is törhet. Tehát ez mind fel kell készíteni a gépjárműre. És akkor mindezek után kezdődtek a vizsgálatok. Első körben is begördítettem a Fiat 500-ast a benzinkútra, és ott egy kontinentálos alkalmazott kérdezett tőlem néhány dolgot a gumiabroncsokról. Olyan kérdéseim lennének, hogy téli vagy nyári gumit használsz? Egyelőre ez még nyári gumi. Ezek szerint cserélni szoktad? Hát persze, mondjuk ez nem az én autóm, de cserélni szoktuk, igen. Hány évente szoktad cserélni általában a gumikat? Hát attól függ, hogy mennyire kopik el. Én azt mondom, hogy nagyjából a téli az 2 szezon biztosan kibír, úgyhogy kb. Így a télit annyi, a nyárit pedig ilyen 3-4. Rendben. Hol szoktál informálódni a gumicsere előtt a gumikról? Az interneten. És ott tudok meg mindent, a nedves fékúton való fékezés, ezt lehet elcsesztem, de valami ilyesmi, illetve az üzemanyag takarékossági szín. Ezt a kettőt szoktam nézni, illetve azt, hogy jobb minőségű legyen. És hol szoktad általában elvégezni a gumiknak a cseréjét? Te magad? Hát, dehogy is, nem. Gumisnál. Hát én, hogyha hozzáállnék, akkor valószínűleg nem kerülne fel semmelyik gumi. Az még határeset. Aha. De azért jövőre ezzel már nem kell nyáron menni, igen, ugye? Igen. Következő lépésként pedig odajött a benzinkutas, aki átnézte az autót, a folyadékokat megnézte, a világító berendezéseket. Téli szélvédő mosó folyadékot, azt után kéne tölteni. Oké, oké. Ütőfolyadék szint pedig rendben. Olajszint is rendben. Az autó rendben volt, én örültem, ezek után pedig bementem az OMV töltőállomás épületébe, ahol pedig megkezdődött a személyzeti vizsgálat. Ott látszanak ezek a jobb szemmel a karikák. Ezek ilyen úgynevezett landógyűrűk, de mindegy. Az a lényeg, hogy hol vannak megszakítva ezek a körök, az a kérdés. Hát ez ilyen monitoron könnyen volt ez megmúlni. Akkor nézzük a felső sort. Oké. A felső sor. Az első, az jobb alul, igen. Aztán felül, igen. Bal felül, igen. Bal oldalon, igen. Jobb oldalon. Jó, milyen számok látszol? 5-ös, jó. 7-es, jó. 15-ös. Itt látszanak keresztek, plusz jelek. A mindegyik sorban az egyik kereszt egy kicsit kijebb van a többihez képest, tehát hogy térben kijebb helyezkedik el. A harmadika. Jó. Aztán? Alatta? Aha. Hát alatta igazából az a helyzet, hogy nem látom. Jó. Tehát ez azt jelenti, hogy a térlátás valamilyen szinten megvan, de mivel valószínűleg van egy kis fénytörési hiba, tehát valami pici szemüvegre korrekcióra szükség lenne, ezért nem is megy aztán a nehezebb ábráknak a meghatározása. Itt van egy fehér téglalap, benne egy fehér négyzet. Igen.
benne van a fehér téglalapban a fehér négyzet? Igen, benne van. Teljesen? Igen. Tehát középen, vagy inkább nem középen? Hát én nekem egy kicsit így jobb oldalon van ez. Jó. Na most látszik egy ilyen nagy piros pont. Igen. És itt most elméletileg le kéne, hogy takarjanak egy fekete lepellel, tehát egy sötétséget szimuláljuk, ugye amikor az ember sötétben vagy szürkületben vezet, akkor a szürkületi látásnak van nagy jelentősége. És itt most elméletileg egy-két percet így is kéne ücsörögnünk, letakartan természetesen, hogy alkalmazkodjon a szemed a sötétséghez, úgyhogy nem biztos, hogy a következőt jól fogod látni. Itt látszik egy nagyon halvány karika, és az a kérdés, hogy melyik irányban nyitott. Felfele. A folyó, az alatt következő. Ez pedig jobb alul. Jó. A következő. Ez pedig bal oldalon. Igen. Következő. Na ez az, ami már kicsit materáz, ez talán felül van teljesen. Aha. Jó. Oké, okay. Nagyjából meg is vagyunk, tehát a lényeget azt már látni ebből is. Aha. Biztos, hogy valami pici kis dioptriára szükség lenne, azt tudni. Ezt egy, nyilván egy alapos látásvizsgálat tudná ezt feltérképezni. Szóval, hát én határozottan tudtam, hogy a szememmel lesznek problémák. Jó, mondjuk nem olyan hatalmas nagy, először megijedtem, de aztán kiderült, hogy annyira azért nem nagy problémák ezek. Viszont, hát srácok, akkor lesz szemüvegem. Jajjaj! Azért is egyébként, mert a monitor előtt is abszolút érzem, hogy sokszor összefolynak a betűk. Vezetésnél a nagyon-nagyon-nagyon messze lévő táblákat nem látom. Most ezt ne úgy értsétek, hogy nem látom, hogy mit tudom, amelyen merre kell menni, csak hogy ami tényleg rohadtul messze van, azt már nem látom. Úgyhogy, hát akkor megnézzük a szemüveges témát. Volt már rajtam szemüveg, hát akkor az volt a helyzet, hogy ahogy felvettem, ilyen 4K-ba láttam minden, nagyon durva volt. Úgyhogy, hát ez majd egy külön videó lesz. Viszont, most pedig ennyi volt akkor ez a videó, srácok. A leírásban még egyszer mondom, megtaláljátok a Látni és Látszani kampány linkjét, ahol minden infót megtudtok, hol vannak ilyen OMV töltőállomások, ahol van ilyen vizsgálat, nézzétek meg, és szerintem érdemes elmenni, ugyanis ingyér van, és kicsit bebiztosíthatod magad. Na, köszönöm szépen, hogy itten voltatok ebben a videóban, hogyha tetszett, akkor egy lájkot nyomjatok rá, örülök, hogy itt voltatok. Hello, hello, szavaztok!